Vállalkozásindító kurzus, nyelvi alapképzések és informatikai alapképzés. Csak néhány azon lehetőségek közül, amelyeket a Család és Karrierpont ajánlott a közelmúltban az érdeklődők számára. Hétfőn pedig útjára indították legújabb képzésüket, amely a munkaerőpiaci reintegráció célozta meg. Farkas Diana, a Család és Karrierpont irodai szakmai irányítója úgy fogalmazott, azok az emberek a célközönség, akik valamilyen oknál fogva hosszabb időre kiestek a munkaerőpiacról. Lehet ez gyermekszületés vagy egy hozzátartozó folyamatos ápolása. A képzéssel szeretnék megkönnyíteni a visszailleszkedést a munkavilágába. Azért nagyon fontos ez, hiszen próbáljuk a résztvevőket megerősíteni azon kompetenciáikba, amiből esetleg kiestek az elmúlt néhány hónap vagy év során, amíg azt az időt otthon töltötték. Nagyon sokszor fordulnak hozzánk a Család és Karrierpontba is, például munkaügyi tanácsadásra, hogy segítsünk önéletrajzot, motivációs levelet írni. Felmerül sokszor az a kérdés, illetve problematika, hogy is készüljenek föl egy-egy állásinterjúra, mi az, amit erősítsenek egy-egy ilyen beszélgetés során, és ebben próbálunk nekik segíteni. A kurzus 20 órás és ingyenesen igénybe vehető. A szervezők a foglalkozások idejére díjmentes gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Magony Andrea 7 évre esett ki a munkaerőpiacról. Stábunknak elmondta, reményei szerint a képzésen több olyan kompetenciáját is tudja majd fejleszteni, amelyre az elmúlt években nem volt lehetősége. Három gyerekes édesanyaként nagyon fontosnak érzem azt, hogy ilyen tudásanyaghoz juthassanak például az édesanyák, vagy bárki más, aki olyan szituációba kerül az élete folyamán, hogy kiesik a munka világából. Számomra, ami nagy nehézség, a kommunikációs készségeim nagymértékben lefejlődtek nyilván, mivel hogy szinte a 7 évemet a gyerekeim között töltöttem, illetve nagyon sok olyan készség van, ami egy kicsit ilyenkor háttérbe szorul, úgyhogy bízom abban, hogy ez a képzés, ezen készségek újra visszaállításában, fejlesztésében majd a segítségemre válik. A Család és Karrierpont ezek mellett sok más szolgáltatással is az érdeklődők rendelkezésére áll a hagymaházban. Pszichológiai, munkaügyi, HR és mentálhigiénés tanácsadással is várják a makóiakat, valamint a térségben élőket.